Na nézzük, hogyan távolítom el a géllakot a körmeimről. Első lépésben egy reszelő segítségével átreszelem a géllak felületét, segít abban, hogy a leoldó folyadék bejuthasson a lak mélyebb rétegeibe. A leoldáshoz ilyen leoldó folyadékkal átitatott pamut darabkát fogok használni. Ehhez pedig fognak kelleni az áztatógyűszűk, azt hiszem így hívják, elég vicces nevük van, így ráteszem a körmömre és 15 percet várok. Amint letelt a 15 perc, egy bőrfeltoló kaparó segítségével távolítom el a felpuhult lakkot, ami az első körmömnél kicsit szenvedősen ment, valószínűleg nem reszeltem meg rendesen. Ilyenkor inkább áztassátok ki, és ne szenvedjetek vele, mert csak megsértitek a körmötöknek a felületét. Én amikor először csináltam ezt, akkor a fél körmömet felszántottam. Ami persze egyáltalán nem játék, úgyhogy ha nem vagytok magatokban biztosak, inkább menjetek el körmöshöz, ő szakszerűen le fogja nektek szedni. Én közben elkészültem, és kövessetek be hasonló tartalmakért. Puszi!